Zenés műsorral kedveskedtek a nagycsoportos óvodások a Nyírkécsi óvoda átadó ünnepségén. A tantestület már 2009-ben a képviselőtestület elé vitte, hogy egyházi fenntartásba adják az intézményt. Akkor ez az elképzelésünk nem vált valóra, és már 15 évet vártunk rá. 19-ben, amikor polgármesternek választottak, akkor én újra a programomra tűztem ezt az elképzelést, és 3 év kellett hozzá, de az egyháza való kapcsolatfelvétel olyan sikeres volt, hogy 2 évvel ezelőtt az iskolát sikerült egyházi fenntartásba adni, és már akkor elhatároztuk, hogy a nevelési rendszer akkor folyamatos, akkor élményszerű, hogyha ehhez az óvoda is csatlakozik. Tehát az óvoda története most fejeződött, mondjuk úgy, hogy az állami fenntartásban be, és az egyházi fenntartásban pedig most kezdődik. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye a Nyírkécsi Önkormányzat és a szülők megkeresésére vette át 2022-23-as tanévtől kezdődően a Nyírkécsi Petőfi Sándor Általános Iskolát, amely az Ajkai Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvoda és bölcsöde tagiskolájaként működik. Most az óvoda is az egyházmegye fenntartása alá került. Jelenleg az új óvodánk, amit most veszünk át, tehát nekünk új, 2 csoporttal működik, 32 gyerekkel. Maci csoportban is 16 gyerek van, a Napocska csoportban is 16 gyerek van, jelenleg 3 óvónővel, 2 dajkával indulunk, és ahogy mondtam a műsorban is, hogy nem titkolt szándékunk az, hogy fejlesszük tovább a létszámot is, és olyan óvodásokat tudjunk majd itt kinevelni, akik a katolikus általános iskolánkban jöhetnek be első osztályba, és így egy ilyen felmenő rendszert alakítunk majd ki. A Nyírkécsi óvodát Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök áldotta meg. Mivel a több mint 200 éves egykori kúria épülete nincs megfelelő állapotban, a tervek szerint jövőre új otthonuk lesz az ovisoknak. Ha tudunk találni, és a polgármesteri hivatal, illetve a polgármester úrral együttműködve találunk egy olyan telket, amit az önkormányzat rendelkezésünkre bocsát, akkor az egyházmegye saját forrásból egy új óvodát épít itt a településen. Reméljük, hogy sikerül. Az egyházmegye 10 köznevelési intézményéhez több mint 6000 gyermek tartozik. Palánki Ferenc kiemelte, a krisztusi értékeket szeretnék megismertetni a fiatal generációval.